A mézeskalács sütés rejtelmeibe nyújtott betekintést Garai Lászlóné Piroska december 15-én a bekecsi polgármesteri hivatalban. A kézműves foglalkozásra azokat a házias asszonyokat és fiatal lányokat várták, akik minden évben készítenek mézeskalácsot, próbálkoztak is annak díszítésével, azonban sosem jártak sikerrel. Piroska a karácsonyi sütemény dekorálásának titkait osztotta meg a megjelentekkel, hogy gyönyörködhessen az alkotásokban az egész család, és az ünnepek alatt különleges mézes, fahéjas illat járja át az érdeklődők lakásait. A foglalkozáson elhangzott az is, hogy Garai Lászlóné először az óvodában a néphagyomány ápolásának kapcsán találkozott a mézes kaláccsal úgy, hogy a Mihály napi vására kellett elkészítenie az édességet. Először az interneten nézett utána, és ott látott különböző csodákat. Megkereste a legegyszerűbb receptet, amit másnap kidíszítettek. Azonban ahhoz, hogy azt a szintet elérjék, hogy rácsodálkozzanak az emberek az alkotásra, ahhoz nagyon sok türelem, kitartás, gyakorlás, és nem utolsó sorban pénz kell. Ugyanis nem olcsók az alapanyagok. Egy jó minőségű méz 2700 forintba került, tette hozzá Piroska. Ő csak is vegyes virág mézet használ, ami amellett, hogy visszahagyja a természet illatát, még zamatos is lesz tőle a mézes kalács. A díszítésnél az ecetet csak a fertőtlenítés céljából használják. Ahhoz, hogy jó és szép legyen a dekoráció, idő kell hozzá. Az összejövetelen a legegyszerűbb díszítési technikát sajátíthatták el az érdeklődők. A hagyományos dekoráláshoz, az írókázáshoz szinte púderállagú porcukor kell és tojás. A kettőt keményre felverték, majd jöhetett a díszítés, amelynek legszebb része az, hogy bármilyen mintát rajzolhatunk és feliratot írhatunk a mézes kalácsunkra. Ráadásul még a cukormász finom is, így jól illik a mézes kalács száraz tésztájához. A kézműves foglalkozáson habzsákot használtak a megjelentek, ugyanis ha az eszköz fején lévő lyuk elég pici, akkor szép, vékony vonalat tudnak vele húzni. Az eseményen gyönyörű alkotások születtek, amit élvezettel vittek haza az alkotók családtagjaiknak.